Nyílt levélben bírálta Hosszú Katinka a Nemzetközi Úszószövetség jövőkép nélküli szabályalkotását, amely kihagyja a számításból szerint a főszereplőket, vagyis a versenyzőket, az ő érdekeiket képviselni a vizes VB-n 10 számban indulni jogosult fenomén. Kálnoki Kis Attila, 24.hu szerkesztője, a Hosszú háborúja felvonásáról. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A levél két értelemben is hosszú, mert tényleg hosszú, nagyon alaposan nekiült Katinka, és összeszedte a nemzetközi fronton általa látott problémákat, de ő azt mondja, hogy elsősorban nem maga miatt ragadott klaviatúrát és tollat. Te is azt gondolod, hogy az úszók, az úszótársadalom nemzetközi szinten a világban kiszolgáltatott helyzetben van? Azt gondolom, hogy bizonyos értelemben Katinkának igaza van, más értelemben pedig nem értek bizonyos felvetéseket, sőt, ebben az igen hosszú levélben vannak egészen konkrét valótlan állítások, aminek szerintem nincs helye egy ilyen alapos levélben, ahogy alaposan megírta. Na, bocsáss meg, hogy közben nézzük akkor ezeket, és akkor húzzuk ki belőle, hogy mi az, amivel szerinted ilyen értelemben nem érdemes foglalkozni, mert távol van a valóságtól. Hát az kifejezetten valótlan, hogy mondjuk a világbajnokságon nincsen díjazás. Tehát a világbajnokságon a aranyérmes 20 000 eurót, a ezüst az 15, a bronz 10 000, és ha jól tudom, az 5., 6. és 4., 5., 6. helyezett is kap. Összességében 60 000 eurót osztanak ki versenyszámonként. Hogyha megnézzük, hogy egy VB-n, hát nem tudom, pontosan 48 körüli versenyszám van, akkor ez egy jelentős összeg, amit azért a FINA kioszt az úszók között. Ez Katinkának pontosan kell tudnia, hiszen ő 2009-ben is már jelentős mértékű támogatásban részesült, vagy díjazásban részesült így a világbajnokság után. Ugye az volt az első győzelme neki, nem beszélve ugye azóta a többiről. Másrészt azzal az állítással sem értek egyet, sőt kifejezetten cáfolható, hogy kikéri magának, hogy a versenyszervezők ne kelljen mindig minden versenyszámban megrendezni minden versenyszámot, magyarul, hogy neki választania kelljen, hogy ő 400 vegyest akar úszni, és mondjuk Rómában nem rendezek 400 vegyest, csak Pekingbe, akkor neki Pekingbe kell utazni. Hát ugye a teniszben, atlétikában is pontosan tudjuk, hogy a versenyszervezők határozzák meg, hogy nekik aktuálisan milyen versenyszámokat rendeznek, milyen versenyzőket hívnak meg, rajtpénzek vannak ott is, tehát ez sem egy helyes állítás, milyen borítás van, stb. Tehát ez sem egy helyes állítás. Ugyanakkor abban teljesen igaza van, hogy az úszás, mint világsport, mondjuk a leginkább van lemaradva abban a versenyben, amit a különböző sportágak a televíziós jogdíjakért és a televíziós jogdíjakból, reklámdíjakból befolyó pénzügyi versenyben szerepel. Ebben az úszás kifejezetten le van maradva, ezért tekinti ő maga is amatőrnek a finát, és amatőrnek az úszósportot is. Igen, tehát ugye arról beszélünk, hogy az egyes számok közötti reklámszünetek lehetősége, hogy a látványos közvetíthetőség miatt hatalmas marketingbevételekre lenne képes ez a sportág, és hát akkor abban egyetérthetünk vele, hogy ennek minimum kétes a hatékonysága, hogy ezt kihasználja jelen pillanatban a Nemzetközi Szövetség? Ő úgy érzi, hogy valószínűleg ezt lehetne jobban. Én azt gondolom, hogy egyébként a FINA vezetésében nem biztos, hogy vakok és világtalanok ülnek. Teszem hozzá, azzal az állításával sem értek egyet Katinkának, ugye, hogy a született gyerekeknek a jelentős része ugye azzal kell föl, hogy ő meg kell tanuljon úszni. Hát azért a föld népességének szerintem megközelítek 80%-ának gondot okoz a vízfelszínen maradása. Csak a magyar arányokat nézzük meg, akkor hát szerintem itt az emberiség, Magyarország lakosságának az 50%-a nem tud úszni, vagy mondjuk evickél a víz tetején. Na, tehát persze, azért, hogyha megfizetem. Igen, az egy másik sportág. Mint a foci, igen. Az egy másik sportág. Mint a foci. De ez sem igaz. Tehát ő kiindul egy álomképből, ami valóban egészséges lenne, ha mindenki tudna úszni, de ez nincs így. Ilyen formán ugye az úszásnak az értékesítése ezen egyfelől bukik, nincsen az embereknek személyi tapasztalata, ugye ilyen szempontból az atlétikával szemben jelentős hátrányban van, futni mindenki tud. Azt el tudom képzelni, hogy A-tól B-ig el kell futni, és hú, milyen gyorsan megteszi. A Boltot ezért imádja mindenki, mert senki nem tud ilyen sebességgel futni, ezt föl tudja becsülni az ember. Másrészt pedig ugye van egy másik jelentős hátránya az úszásnak, a televízió azokat a sportágat imádja és szereti elsősorban, ahol azért az ember látszik, az érzelem látszik, test, a teljes test látszik a küzdelem. Hát úszásban mit lát az ember? Két csapkodó kart,
meg egy sapkát a vízfelszínén, maximum, amikor kijön az ember és öklöz egyet, hát ez az eredmény igen, az, végén. A vízilabda a labdajátékoknál. Igen, tehát ez a sportág hasonló problémákkal küzd, ugyanakkor azt gondolom, hogy a FINA, ugye Katinkát megint száfolnom kell, nem 5 évvel ezelőtt indította el a világkupa sorozatot, hanem kicsikét régebben, próbálkozik ennek a megváltoztatásával, vagy a piacibb alapúvá tételével az úszásnak, aminek egyébként ő maga az első számú, ő az első számú versenyző, aki a legtöbb pénzt veszi ki ebből a versenysorozatból. Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted ez az időzítés meg a nemzetközi szintre emelt kritikák és támadás mögött milyen megfontolások állnak? Egyrészt ez egy sérelmi válasz arra, amit ő érez, hogy a világkupasorozat kapcsán a korlátozással érte őt, vagy egyszerűen beszéltünk arról, hogy van itt egy Katinka brand, amelyiknek ez az állandó folyamatos mozgásban levés a lényege, és hát ehhez úgy tűnik, hogy az is hozzátartozik, hogy nem csak a medencében nyilvánít a szereplésével véleményt, hanem azon kívül is ez a brand, ez fontosnak tartja, hogy jelen legyen a sportág minden tekintetében. Aki figyelmesen elolvasta a levelet, vagy közleményt, vagy próbál olvasni a sorok között, az azzal szembesült, hogy úgy kezdi ugye Katinka, hogy van a Iron Lady, és van a hosszú Katinka. Van, aki az úszás utáni életével foglalkozik, és van, aki az úszással foglalkozik. Ez egy árulkodó mondat, ugye a Katinka az úszás utáni életével lényegében... És ő neki már kevesebb van hátra az úszásból. Egyrészt, másrészt meg több területen már letette az alapköveket. Ugye neki van egy jól működő vállalkozása, amelyik reklám-marketing dolgokkal, sőt, hát ruházati, kereskedelmi dolgokkal foglalkozik. Van egy úszóiskolája, ugye a vízfelületet hamarosan a kormány mellé is teszi Csillebércen. Sportpolitikai területen még nem rúgott labdába. Én azt gondolom, hogy 3 héttel egy budapesti világbajnokság előtt, ahol hazai pályán fogadhatja ő a világ legjobb úszóit, kifejezett üzenetértéke van egy olyan mondatnak, hogy gyertek gyerekek ide hozzánk, én vendégül látlak benneteket, fogjunk össze, és alakítsunk ki egy olyan, hát ahogy fogalmazott, ATP-szerű a nemzetközi tenisz mintára versenyzői bizottságot vagy érdekképviseletet, amelyik egyébként hatékonyan tud tárgyaló partnere, véletlenül sem használják szembenállást, tárgyaló partnere lenne egy FINA-nak. Ő sem azt gondolja, hogy a Nemzetközi Szövetség kikerülhető, hanem azt mondja, hogy az úszókat sokkal inkább bele kellene vonni ebbe a döntéshozatalba, és ebbe igaza van. Tehát én alapvetően versenyzőpárti vagyok minden oldalon, aki szállítja a teljesítményt, arról szól a történet. Sohasem a bürokratákról szól a történet. A bürokratáknak az a dolguk, hogy a lehető legjobban kiszolgálják ezeket a versenyzőket. Ez az úszásban valóban nem biztos, hogy jól megtörténik. Hosszú Katinkának abban igaza van, hogy a FINA bebizonyítja, hogy 6,8 milliárd ember nézte az úszó döntőket az olimpiákon. 4 évente egyszer. Arról már nem tett említést, mondjuk, hogy egy világkupa versenyt hányan néznek a tévében, egy rövidpályás világkupa versenyt. Hát jelentősen kevesebben. Ilyen szempontból mondjuk egy atlétikai Golden Globe-díjnak a nézettsége jelentősen meghaladja az úszásét. A imént felsorolt okok miatt. Tehát az úszás azért messze nem tartott, mint mondjuk egy atlétika vagy egy tenisz. Látsz-e a mostani fordulók és viták mögött továbbra is létező és lappangó hosszú gyárfás konfliktust az ügyben, elrendezetlenséget? Hiszen tudjuk, hogy például a világkupa ügyben ott megemlítette, hogy szerinte Gyárfás Tamás áll a korlátozás mögött. Aztán másik oldalon láttuk, hogy ő meg gyorsan megszavaztatott 50 ezer dollárt az összetett győztesnek, szóval... Igen, hát konkrétan ugye a Katinkától, ahogy látom, fél mindenki, mint a tűztől. Na, ennyit a vízről, igaz? Igen, tűz és víz kiholtják egymást, de Katinkától félnek. Félnek a hazai szövetségi oldalon, tehát azt látom, hogy a szövetség mostani vezetése minden pillanatban keresi a kegyét, és véletlenül sem szeretne ellentétes álláspontra helyezkedni vele. Tehát semmilyen konfliktus nem vállalnak. Semmiféle konfliktust nem vállalnak föl, ami nem biztos, hogy helyes. Tehát háttérben a tárgyaló aztán le kellene ülni, és bizonyos dolgokat azért rendbe kellene tenni. Másfelől a FINA is azt érzi, hogyha a jelenleg, hát azt kell mondjam, hogy Ledecky mellett talán legeredményesebb aktív úszója,
kinyitja a száját, és egységbe tömöríti, valóban egységbe tudja tömöríteni az úszóvilágot, vagy az úszóvilág elitjét, akkor ott nekik abból lehet problémájuk. Katinka ezt már itthon ugye egyszer eljátszotta a Magyar Úszó Szövetség ellen és Gyárfás Tamás ellen, és okkal gondolhatja azt, hogy Gyárfás Tamás ezért biztos morcos és keresztbe tesz neki, de hát azt látjuk, hogy Gyárfás Tamás nem úgy keresztbe tett neki, hanem ő maga szavaztatta meg, ugye, hogy még azzal a 40-50 ezer euróval sem járjon rosszul, amennyit egyébként a FINA szabályváltoztatás kvázi kivesz vagy kivehet a zsebéből. Nyilván egy alapvetően vegyes úszóra van kitalálva a világkupa sorozat. Egy vegyes úszó az, aki minden számban bizonyos szinten jól teljesít, és érmeket vagy pénzdíjat tud elérni. Gyurta Dani azért nem jár ezekre a versenyekre, mert ő mellúszóként, specialistaként maximum 3 számban tudna elindulni, 200 vegyesen lenne a legnagyobb esélye, 100-on már kisebb, 50-en meg végképp kisebb. Tehát neki nem éri meg az a költség piaci alapon, beszéljünk piaci alapról, hogyha nem a szövetség finanszírozza az utazást, hanem maga a versenyzőkkel kitermelje azt a pénzt, hogy elmenjen Kínába, Hongkongba, egyéb helyekre, neki nem éri meg az a finanszírozás, nem tud annyi bevételt termelni. Ilyen egyszerű összefüggései vannak ennek, de a FINA akkor látja, hogy ha összefognak ezek a versenyzők, akkor abból az összegből, amiből gazdálkodik, egy jelentősebb falatot ki tudnak ők szakítani ezekre a pénzdíjakra, vagy a finanszírozásra. Igen, de közben persze, hogyha összefognak a versenyzők, akkor az is ki fog derülni, hogy a versenyzők között az említett okból azért lehetnek érdekkonfliktusok. Abszolút. Ugye egy neves amerikai úszó szaklap is megemlítette ezt, hogy ők betekintést nyerhettek abba a FINA kutatásba, amit a Nemzetközi Szövetség elvégzett, és amely alkalmával megkérdeztek vezető úszókat, Hosszú Katinkát nem. Ez a szaklap azt mondja, hogy azért nem Hosszú Katinkát kérdezték meg, mert hogy Hosszú Katinka volt ennek az egésznek a legnagyobb nyertese. Haszonélvezője. Pontosan azokat az úszókat kérdezték meg, akik egyébként nem mentek el ezekre a világkupa versenyekre, hogy miért nem mentek el. Ennek mentén próbáltak szabályváltoztatásokat végrehajtani a Nemzetközi Szövetségnél, de még ez a szaklap is azt mondja, hogy a leírtakhoz képest még viszonylag kicsike ez a módosítás. Tehát az úszók azért többet szeretnének módosítani, hogy ez Katinkának mennyire tetszene vagy nem, azt nem tudom, de nyilván üzenetérték, hogy gyertek ide Magyarországra gyerekek, üljünk le és beszélgessünk és tömörüljünk egységbe. Na, ez a következő forduló, aztán könnyen lehet, hogy tényleg hosszú lesz ez még, mi is folytatjuk majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.